Kazincz Balcikával együtt a hó is megérkezett szombat délelőtt Nyíregyházára, így a csapatok igazi téli hangulatban léphettek pályára. Az első játékrészben csúszkáltak is a futballisták, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. A hazaiaknál két próbajátékos, Márkus Attila és Gresó Mátyás is lehetőséget kapott arra, hogy meggyőzze a szakmai stábot. A szünetben teljes sort cserélt Gálhidi György, a játék képe azonban nem változott. A két csapat ment előre becsülettel, de a kapusoknak kevés dolguk akadt. Végül egy tipikusnak mondható első edzőmeccsen gól nélküli döntetlennel zártak a felek. A Spali vezetőedzője talált pozitívumokat a látottakban. Összkép az, hogy első félidei csapat az nekem tetszett, középpályás játékban elsősorban léptünk előre, védekezésben is, támadásban is, bár még lesz ez jobb is, remélem. Egy kis félreértés volt a Jaszin, most nem két csatárral akartunk játszani, de majd, hogy nem a Hamed azt játszotta végig az első fél időbe. Tetszettek az új fiúk, mondom, középpen erősödött, az nagyon fontos lenne nekünk egész tavasszal. A második fél csapat az nagyon nem tetszett, az kicsit kedvetlenül, kicsit sértődötten, kicsit lassan, pontatlanul játszott, nem tetszett helyre kell tenni egy-két fiatal embert, de az összkép az úgy az időszaknak megfelel, nem sérültünk, hála Istennek, volt egy-két pozitív dolog, úgyhogy elégedett vagyok nagyjából. A Spari a héten két előkészületi meccset játszik. Szerdán Telkiben az NB1-es Paks ellen, majd szombaton az osztálytárs Debrecen otthonában lép pályára Nyíregyháza. Most jön a munka dandárja. Kezdünk pörögni, egy kicsit gyorsítani a ritmuson, az edzéseken. A mérkőzések, az edzőmérkőzésekről az a véleményem, hogy nem az eredmény a fontos, tehát most sem az fog számítani, most sem volt fontos. Persze jó lett volna nyerni, de mondom, az másodlagos most. Két-három játékrendszert szeretnénk begyakorolni. Elsősorban az lesz a fontos, hogy erős ellenfelek ellen hogy működik a másik játékrendszer. Bár a utolsó mérkőzéseken már azt játszottuk, a három belső védőst. Remélem, hogy most is működni fog. Mint Gálhidi György elmondta, egy befejező csatát még mindenképpen szeretnének igazolni. A tavaszi rajton január 31-én a Soroksár látogat majd a Városi Stadionba.